Bocsánat, a címét nem értem ide, de alapvetően ez egy átmenet a mobil és a webes világ között. Egy gyors kérdés, ki az, aki mobilfejlesztő? Ki az, aki webfejlesztő? Ki az, aki mobilfejlesztés után fejlesztett már weboldalt? És szerette is? Alapvetően egy olyan környezetből, mint a mobil, van egy csomó eszközadottság, ami a web alkalmazásoknál nincs meg. És rengeteg próbálkozás volt már arra, hogy kicsit összekössék. Ugye a webet egyszerű fejleszteni, mert kb. Egy technológia stacket célzol meg, mobilt fejleszteni kicsivel nehezebb, mert legalább kettőt, egy kb. Hármat kellett megcélozni. Úgyhogy minden egyes ilyen próbálkozás, ami megpróbálja átítani ezt a két világot, az egyfajta érdekesség lehet. Az apropó az, hogy Drákban írtam egy olyan library-t, fejlesztés alatt van a nagy része, de már elég használható, ami ezt a progresszív alkalmazás koncepciót segíti. A háttér az a service worker technológia. Ez egy kb. két és fél éves, három éves maximum szabvány. Firefox és Chrome böngészők támogatják, és amit így bevezetésképpen érdemes tudni róla, hogy a webworkerekhez képest, amik egy weboldalhoz kötöttek, ez egy Origin-hez kötött, tehát egy web URL végződéstől kezdve elérhető, és ha aktiváljátok és becsukjátok azt a tabot, vagy ezt a weboldalt, akkor is működhet. Néhány tulajdonsága állapotmentes, tehát hiába van nagyon sok változótok rajta, azt a böngésző valamilyen módon leállítja és újraindítja, akkor azok elvesznek. Eseményvezérelt, van néhány nagyon apró esemény, amire reagál, ezeknek a hasznosságát majd megnézzük. Illetve állandó, tehát hogyha egyszer be van regisztrálva és sikeres, akkor az ott marad, és ennek megfelelően tudsz ráépíteni, mint funkcionalitás. És ami miatt progresszív az egész, legalábbis ez a hátterének a szónak, hogy ha nincs ott ez a technológiát, tehát hogyha valamiért Safari-t használsz, vagy valamiért Internet Explorer-et használsz, az alkalmazásoknak nem kell felkészülnie arra az esetre, hogy ez nincs ott. Az egész technológia stacket úgy építették fel, hogyha nincs ott, nincs támogatva, akkor is fut a normál webes szabványok szerint, de hogyha ott van, akkor kapsz még néhány extra funkciót. És hogy mik ezek az extra funkciók. Az egyik gyakori probléma a mobilon, hogy nézel egy weboldalt, nem egy túl nagy élmény a mobil böngésző, de attól még nézheted, és ha nem mented el bookmarkban, akkor egy idő után fogalmat sincs, hogy hol volt, nehéz visszagépelni azt a weboldalt. Jó funkció az, hogyha egy adott alkalmazást, vagy webes, csak simán információközlő oldalt ki tudsz rakni a home screen-re. Ez egy nagyon egyszerű JSON file-ba bele kell írni néhány információt, és hogyha a mobilról vagy egyéb helyen böngészünk, akkor ezen a nagyon nehezen megtalálható menüponton, hogy valaki tudja, hogy hol kell keresni, akkor kirakhatja a home screen-et. Azt hiszem már találkoztam vele, tehát hogy már így ismerem a technológiát és figyelem, így már találkoztam vele, de ez ilyen szuper lehetetlen felismerni, hogyha valaki nem figyel oda. Úgyhogy erre azért ne építsetek üzletet, hogy az emberek ezt használják. Ami érdekesebb, az offline mód. Tehát, hogy van egy webes alkalmazás, akár egy játék, akár mondjuk valamilyen konverziós program, vagy bármi, ami nem igényel állandó kapcsolatot valamilyen backend rendszerhez, az tudjátok offline módban futtatni. Akár hogyha nincs internet, vagy akár hogyha rossz az internet, akkor is valamit legalább el lehet érni repülőutazva, és lehet játszani a webes oldalon. Van néhány stratégia, amivel ezt a cache-elést meg a hálózati forgalmat lehet befolyásolni, illetve ami funkció még jelentős az, hogy lehet push notification-t küldeni a felhasználó. Lehet kísérletezni háttér processing-el, tehát ahogy említettem, ez egy weboldaltól független cucc, ami fut. Ez egy JavaScript file, nem említettem még, de egy JavaScript file elindítja a böngésző, fut egy darabig, leáll, aztán újraindul, attól függően, hogy mikor kap üzeneteket. Tehát elképzelhető az, hogy akár valamilyen komolyabb processinget is rá lehet rakni. Tervezem, hogy ezt egy kicsit alaposabban körbejárom, hogy melyik böngésző mire képes, de még nem tartok ott. Offline mode. Leggyakoribb képernyő az, amikor
akkor mondjuk repülök, hogy ezt látom, mert meg akarok nézni valamit. Amit ez a technológia tud, hogy neked adja a lehetőséget, hogy cache-elj dolgokat. És gyakorlatilag az offline volt az annyi, hogy nem internetről töltött be az oldalat, hanem ezekből a cache-ekből töltött be az oldalat. És hogy említettem, hogy Dartban írtam egy library-t, van egy viszonylag egyszerű cikk, ami leírja azt, hogy Dartban, hogyha megjártok, akkor kb. Ennyi az, hogy mondjuk akármilyen játékotok van, az offline módban elérhető legyen. Gyorsan végigmegyek rajta, be kell olvasni a dependency-t, kell futtatni egy módgenerátort, be kell a programba egyszer csak így regisztrálni azt, hogy van egy ilyen kliensünk, aztán még egyszer le kell fordítani a programot, mert beleézünk egy új kódsort. És kb. Ennyi, tehát innentől kezdve, hogyha a deployoljátok az alkalmazást bármelyik szerverre, onnantól kezdve az első betöltés után szépen populálja a cache-t, leállítod a hálózatot, újra betöltöd a weboldalt és működik a program. Ki lehet próbálni, van demo meg minden üzen. Egy kicsit advanced feature, amikor különböző hálózati requesteket el tudjuk téríteni, vagy másképpen tudunk reagálni rá. Az alapelképzelés az, hogy a weboldalat ugyanúgy kérdez a hálózatról, mint hogyha nem lenne service-worker, de a kérdés először átmegy a service-worker-be, ahol eldöntheted, hogy a cache-ből szolgálod ki, vagy elmész a hálózatra. De ennél kicsit komolyabb is lehet, mert különböző ilyen cache-elési stratégiák vannak, hogy mikor melyikhez fordulsz, vagy esetleg versenyeztetni akarod őket, esetleg egy saját mock választ adsz addig, ameddig mondjuk nem kapsz a hálózatról valamilyen választ. És akkor ez a library ez olyan, hogy különböző ilyen cache beállításokat készíthetsz, hogy mondjuk az adott cache hány entry tartalmaz, tehát hogy ne használd végtelenül a böngészőnek az erőforrásait, legyél egy kicsit tekintettel a felhasználóra, és utána beállítasz valamilyen URL paramétert, ami alapján az adott cache stratégiát használod. Push notification. Hogyha láttátok már ezt a kis ablakot a böngészőben, akkor tudjátok, hogy ez az egyik legidegesítő dolog, hogy megnyitsz egy weboldalt, és egyből valami felugrik, ami akarja a figyelmedet. Tehát, hogyha valaha is valaki push notification implementálására adja a fejét, akkor mindenképpen kérje a user consentet, hogy a felhasználó tényleg akar értesülni valamiről, mert különben az az alapvető válasz, hogy az ember letiltja. De, hogyha beregisztráljuk és kapunk egy endpointot, akkor onnantól kezdve gyakorlatilag csak ennyi az, hogy értesítsük a felhasználót a különböző trigger eseményről, amiről mi akarjuk értesíteni. Ez a példa egyébként, ez egy Chrome-os példa. A Firefox-os példa annyiban egyszerűbb, hogy nem kell egy TTL header-t és nem kell egy authorization header-t kitölteni. Tehát Firefox esetében csak egy endpoint URL van, amit a regisztrációkkal kapunk. Chrome-nál egy kicsivel többet kell dolgozni, de kb. Ennyi. Tényleg nagyon egyszerű push notification csinálni egy weboldalhoz. Ami nagyon nehéz, hogy ezt egy olyan user experience keretén belül csináljátok, hogy ne legyen intruzív, ne legyen az, hogy most le akartok nyomni valamit a torkán. Pár link. Készülünk egy tárgyal foglalkozó meetupra, hogyha valakit érdekel a nyelv, a technológia, vagy az egész részletében, akkor itt van egy kis egyszerű e-mail form, értesítünk titeket akkor, hogyha lesz valami. Egyébként megvárom a kérdéseket. Bocsánat, csak annyit tettek hozzá, hogy a kérdésekből marad egy perc. Szóval mondjuk ilyen egy kérdés. Később is itt van. Így van. Kérdés. Ki használtuk jól? Mikor lehet iOS-en használni? Amikor az Apple úgy gondolja, hogy már nem sérti a piaci érdekeit. Jelenleg, ha jól emlékszem, akkor a Technology Preview-ban van náluk. Az Internet Explorer még nem is tervezi. Bármikor gyakorlatilag bepullolhatják a kódot, mert WebKit alapon megvan. Nem akarják valószínűleg egy darabig, mert egész egyszerűen új alkalmazások piacán nem akarják összeadni. Persze ez csak spekuláció. Több mit sem. Köszönöm.